Foci ünnep volt szombat délután a sportpályán. A 90-es évek Füzesabonyi és Besenyőtelki aranycsapatai ismét összeálltak egy El Clasicóra. Az öreg fiú rangadón megismétlődött a 97-es eredmény. 3-0-ra nyert az FSC. Újra játszották a 20 évvel ezelőtti NB3-as derbit szombaton. Az El Clasicó néven ismerté vált Füzesabony Besenyőtelek szomszédvári mérkőzések mindig sok nézőt vonzottak a focipályához. Így volt ez most is. 20 évvel ezelőtt, 1997 nyarán mindkét együttes az NB3-ban kergette a labdát. A bajnokság utolsó fordulójában Besenyőtelek volt a házigazda, akkor 3-0-ra nyert az FSC. Ezt a mérkőzést játszották újra. Bocsi Zoltán szakosztályvezető elmondta, minden éppen egyszer találkoznak a füzesabonyi öregfiúk és fociznak. Innen jött az újrajátszás ötlete. Annak ide, amikor annó 1997-ben ugye szétment ez a úgynevezett aranycsapatunk, onnantól kezdve minden télen, minden két ünnep között összehívtam a srácokat, és 20 éve minden évben gyülekezünk. Erre az alkalomra sikerült megszervezni a Besenyőtelekkel is a találkozót, így 20 év múlva majdnem ugyanaz a két keret futott ki a gyepre. Járdán Tibor pályára szólította a régi csapatot. Egyes, Varga László! Tízes, Ágó Ferenc! Hetes, Gál István! Jönnek a tojások! Ötös, Novák Tamás! Hatos, Novák Zoltán! Négyes, Baranyai Attila! Tizenkettessel, Nagy Árpád Péter! 19-essel Bódi Krisztián, 8-as Ragó Bence, 15-ös Kis Zsolt, 18-as Ferenc Zoltán, 17-es Póka Tamás, 13-as Angyal Balázs, 2-essel Nagy Gábor! Cserekapusunk Perge Szabolcs! Ha 3-as Csóka Péter! Csóka! Olá Norbertnek nincsen száma. 14-esnek élveztük. 9-es Szabó László, Paker! 11-es Bocsi Zoltán! Hát kívánunk a mérkőzés kezdetén mindenkinek jó szurkolást, jó szórakozást! Elég sok munkába telt a szervezés, de úgy érzem, hogy megérte olyan emberekkel találkozni ismét, ugye, főleg a besenyőtelkiekkel, mivel velük ritkábban, akik annak idején jeles képviselő voltak ennek a sportágnak. Szerettem volna azt is elérni, hogy minél több néző kilátogasson. Azért próbáltam úgy szervezni ezt az egész dolgot, hogy minden játékos hozza családját, családtagjait, és ezzel még nagyobb, jobban megadjuk a módját ennek a találkozásnak. A szakosztályvezető így emlékszik vissza a 97-es találkozó részleteire. Ősszel nyertünk 1-0-ra. Ugye a Szabó Lacinak a bombolgójával, igaz, az kellett az, hogy Zentai belecsúsztasson, ott pedig az utolsó fordulóban nyertünk 3-0-ra, három fejes góllal. Ezt hozzátartozik az, hogy ugye a hál' Istennek sikerült vezetést szereznünk az én fejes gólommal, utána sajnos engem kiállítottak a 35. percbe, és még így bírtunk nekik két gólt rúgni, hogy ugye emberhátrányba játszottunk. A játékosok nem alibiztik el a 30 perces félidőket. A hajtós mérkőzésen mind a két csapat oda tette magát. A végeredmény megegyezett a két évtizeddel korábbival. Ismét 3-0-ra nyert az FSC.